A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket gazdasági magazinunkkal. 2016. január 1-én hatályba lépett az új mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló kormányrendelet, amely megteremti a régi papíralapú igazolványok helyett az elektronikus kártyaalapú igazolványok kibocsátásának feltételeit. Az év elején életbe lépő kormányrendelet gyökeresen megváltoztatja az őstermelői igazolványok kiadásának módját. Először is fontos megemlíteni, hogy kik lehetnek őstermelők. Őstermelők azok a magánszemélyek lehetnek, akik 16 évnél idősebbek, tehát a 16. életévüket betöltötték, illetve a saját gazdasággal rendelkeznek. Minden őstermelőnek saját magának kell megindítania az őstermelő igazolvány kiállításához való kérelmet. A kiadása pedig, ahogy említettem már, nagyon sok változáson ment keresztül. Az őstermelők mindig a saját lakóhelyük szerint illetékes falugazdászoknál kezdeményezhetik az igazolványoknak az érvényesítését, illetve a kiállítását. Itt azért mondom, hogy érvényesítés, ugyanis ez a kormányrendelet előírja, hogy 2016. december 31-ig kerül kivezetésre az a papíralapú őstermelő igazolvány, amit eddig a termelők ugye jól ismernek, amit eddig használtak, ez az úgynevezett barna színű igazolvány. Ennek az a lényege, hogy abban az esetben, hogyha még van benne üres ablak, ahová bélyegezni tudunk, akkor azt még felújítjuk az őstermelőigazolványok, az őstermelőknek abban az esetben viszont, hogyha ez már betelt, akkor új igazolványnak a kiadását kell a termelőnek kezdeményeznie. Elmondanám a menetét, amire az őstermelőknek figyelni kell. Az őstermelőknek mindenféle személyes okiratot be kell mutatni a falugazdászoknak a kiállításhoz. Gondolok így a személyigazolványokról, a lakcímkártyákról. Erre azért van szükség, mert nem csak egyéni őstermelőigazolványok léteznek, hanem léteznek közös őstermelőigazolványok, hogy ezt a termelők kiváltsák, ezek is bizonyos feltételhez vannak kötve. Ilyen feltétel például az, hogy azonos lakhelyen kell lakniuk, vagy a tartózkodási helyüknek legalább azonosnak kell lenni, és a tartózkodási helyet ezt a lakcímkártyával igazolják. Nagyon fontos ellenőrizni, hogy a személyigazolványok azok érvényesek legyenek, tehát csak abban az esetben érdemes bejönni a falugazdászhoz, hogyha ezek az okmányok ezek érvényesek. Ezen kívül a saját gazdaságról is mindenféleképpen bizonyos iratokat be kell mutatniuk, így például, hogyha valaki földműveléssel foglalkozik, akkor be kell mutatni a földhasználati lapokat, amennyiben rendelkezik azokkal, be kell mutatnia az állattartással kapcsolatos adatokat, például a telephelyekről szóló akár tulajdoni lapokat, vagy bármilyen igazoló okiratot, amivel alá tudják támasztani, hogy állattartással foglalkoznak. Abban az esetben, hogyha megkeres minket az őstermelő, tehát azt említettem már, hogy mindenki saját maga kezdeményezi az őstermelő igazolványnak a kiváltását, abban az esetben itt helyben készítjük el a kérelmet. Ez eddig úgy történt, hogy az előző években a termelőknek bizonyos formanyomtatványokat adtunk, a formanyomtatványokat otthon kitöltötték, azokat behozták, átellenőriztük, és ezzel lehetett tulajdonképpen kiváltani az igazolványt. Ez annyiban változott, hogy most már ezeket az adatokat nekünk kell, falugazdászoknak kell felvezetnünk a NÉBIK által karbantartott oldalakra. A feldolgozás az jelentősen meghosszabbította az ügyintézését ezeknek az őstermelő igazolványok. Ezért nagyon fontos megemlíteni, hogy abban az esetben, hogyha a termelőnek érdeke az, hogy január 1-től visszamenőleg érvényes legyen az idei évben az őstermelőigazolványa, akkor március 20-áig kell felújítania, illetve kérni az új őstermelőigazolványnak a kiváltását. Ugye azt tudjuk a naptárból is, hogy március 20-a vasárnapra esik, tehát március 18-áig mindenféleképpen keressék fel a falugazdászokat, és nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, mert ahogy említettem, meghosszabbodott az ügyintézés, és hatalmas nagy tumultus lehet esetleg az utolsó napokban a kiváltásnál. Ugye említettem az első lépést, az, hogy a kérelmet maga az őstermelő nyújtja be, illetve kérelmezi, mi ezt felvezetjük a
az őstermelői nyilvántartásban. Az őstermelői nyilvántartásról itt megemlítem még, hogy abban az esetben, amikor mi kinyomtattuk a kérelmet, azt mindenkinek személyesen kell aláírnia. Tehát, hogyha közös őstermelő igazolvány is van, minden családtagnak be kell jönni a falugazdász irodába személyesen aláírni a különböző nyomtatványokat. Most természetesen előfordulhat olyan eset, hogy valaki nem tud személyesen eljárni, két lehetősége van ezzel kapcsolatban, vagy közokiratban foglalt meghatalmazást kell hoznia, ez az egyik dolog, a másik pedig egy teljes jogú, bizonyító erejű magánokiratot, egy meghatalmazást kell hozni abban az esetben, hogyha beteg, ehhez a magánokirathoz viszont csatolnia kell az orvosi igazolást is, hogy valójában nem tudott bejönni. Ugye eddig meghatalmazás volt az előző években, egy egyszerű meghatalmazás két tanúval aláírva, és sajnos az idei évtől már nem megy, mindenkinek még egyszer mondom, személyesen be kell jönnie a falugazdász irodába a kérelmek kiállításához. Amikor ezek a kérelmek megvannak, a falugazdászok elbírálják, hogy valóban minden adat helyesen, minden adat jó-e, és abban az esetben, hogyha jó, akkor megint kétféle módozat van, hogyha még érvényes egy évig az a barna színű őstermelő igazolvány, akkor ezek után kinyomtatjuk a betétlapot. A betétlapokban is változás van, ugyanis két oldal helyett most már négy oldalas lett a betétlap. Abban az esetben viszont, hogyha már nem érvényes az előző igazolvány, akkor a termelő egy ideiglenes őstermelő igazolványt fog kapni, amit szintén mi fogunk kinyomtatni a programból. Ez az ideiglenes igazolvány, ez az idei évben június 30-áig fog majd érvényben lenni, addig, amíg meg nem kapja a termelő azt az úgynevezett plasztik kártyát, amivel a későbbiekben az őstermelésnek a tényét igazolni fogja. Ez a plasztik kártya, ez többet tud-e, mint a mostani őstermelő igazolvány? Igen, természetesen jóval többet tud, ezért is vezették be, ugyanis lesz egy külső és egy belső adattartalma. A külső adattartalma az maga a megjelenése lesz, amire rá lesz írva az őstermelő igazolványnak a száma, az őstermelőnek a neve, illetve a lakcíme, és fog tartalmazni egy olyan csipkártyát, amiben mindenféle olyan adata benne lesz, amit nálunk itt az őstermelő igazolvány kiváltásánál mediktált, tehát a földterületektől kezdve az állattartás épülete. Még nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy fel kell vezetni a termelőnek, hogy mit fog értékesíteni. Alaphelyzetben a jogszabály kimondja azt, hogy ha 10%-kal többet értékesít a termelő, mint amit az őstermelő igazolvány kiváltásánál bediktált, akkor elméletileg bírságolhatják az őstermelőt. Tehát magába ebbe az őstermelő igazolványnak a belső adattartalmába benne lesz minden olyan adat, ami az ő saját gazdaságát fogja igazolni. Azért is bonyolultabb ez a dolog, mert ugye minden növényféleséget részletezni kell. Tehát nincs olyan, hogy a termelő zöldségféléket árul, mert olyan növény nincs, hogy zöldségfélék, sárgarépa, petrezselyem, karfiol, egyebek vannak, tehát mindent külön-külön részletezni kell. Virágtermesztésnél szintén úgy van, hogy minden féle növényt külön fel kell vezetni, és nem csak az, hogy mennyit értékesít, hanem mekkora területen értékesít. Ez az utóbbi napoknak a tapasztalatai alapján elég nehéz ezeket felvezetni, mert például az a termelő, aki mondjuk egy fóliasátorban termel, és különböző növényeket, ott minden különböző növényeknek, hogy 1 négyzetméter, 10 négyzetméter, egyebek, ezeket mind-mind fel kell vezetnie az őstermel igazolványba, amit a plasztik kártya majd fog tartalmazni. Abban az esetben, hogyha időközben változik az adat, például az őstermelőnek eszébe jut, hogy valamilyen növényt, amit értékesíteni szeretne, nem diktált be, vagy pedig a személyes adataiban történik valami változás, akkor 15 napon belül be kell jelenteni a változást a falugazdászoknak. Abban az esetben, hogyha nem ebben történik változás, hanem bármi más adat történik, például kevesebbet értékesít, csak most egy példát ragadtam ki, abban az esetben június 15-ig van lehetősége az őstermelőknek, hogy módosítsák az adataikat. Nagyon fontos dolog még kiemelni, hogy vannak olyan őstermelők például, akik az őstermelő igazolvány által fizetik a nyugdíj TB járulékokat. Azoknak a termelőknek, akiknek még a papíralapú igazolványuk van, és muszáj nekik kiváltani, tehát érdekük kiváltani azért az új őstermelő igazolványt majd, hogy 2017. január 1-től érvényes legyen. Ezért ő nekik azt javaslom, hogy feltétlen keressék meg a falugazdászokat október 1 és december 31-e között, mert van olyan lehetőség, hogy a következő évre kiadjuk az őstermelő igazolványokat, ezáltal neki a biztosítása az folyamatos lesz.
A március 20-ai határidőt tehát mindenképpen érdemes szem előtt tartani a későbbi problémák elkerülésének érdekében. Adózás szempontjából van jelentősége annak, hogyha valaki március 20-áig nem váltja ki az igazolványt, ugyanis mondjuk ebbe is változás van, mert jelen pillanatban, hogyha valaki mondjuk nem rendelkezik akár őstermelő igazolvánnyal, vagy a tavalyi évben még papír igazolványa volt, megkeres minket március 20-áig, akkor az őstermelő igazolványnak a hatályossága is és az érvényessége is 2016. január 1-től visszamenőleg érvényes. Viszont az új plastikkártyáknál nagyon nagyobb jelentősége lesz a hatályosságnak és az érvényességnek is, ugyanis 2017-ben már, hogyha valaki nem március, illetve nem január 1-ével váltja ki az igazolványát, ott már nem lesz visszamenő hatályossága az igazolványoknak. Fontos kiemelni, hogy a plastikkártyák, ezek nem 3, hanem 5 évig lesznek hatályosak. Abban az esetben, hogyha valaki, ahogy említettem, mondjuk október 1 és december 31-e között kiváltja az őstermelő igazolványát, akinek még papír igazolványa van, és január 1-ével érvényes lesz 2017-ben, akkor ő neki a betétlapot kell csak kiváltani a március 20-áig, hogy a betétlap is január 1-től visszamenőleg legyen, vagyis az érvényessége legyen ennek az őstermelő igazolványnak. Ennek elsősorban adózás szempontjából van jelentősége, illetve azt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy az őstermelő igazolvány mellé a betétlap kiváltása az mindenféleképpen az első érvényesítés előtt meglegyen. Tehát, hogyha valakinek terménye van a tavalyi évről, áthozta a tárgyévre, és az még március 20-a előtt van, akkor nem várhatja meg a március 20-át, mert akkor az nem minősülne őstermelői tevékenységnek. Alaphelyzetben fizetni nem kell a kártyáért, ugye eredetileg úgy van, hogy az agrárkamarai tagdíj kötelező az őstermelőnek agrárkamarai tagnak lenni. A kamarai tagdíjba benne foglaltatik az őstermelő igazolványnak a kiállítása. Egyetlen egy kivétel van, hogyha a termelő azzal keresi meg a falugazdást, hogy megrongálódott vagy elveszett az őstermelő igazolványa, akkor 3000 forintos illeték bélyeggel kell felruházni azt a kérelmet, amiben ő kéri az új igazolványnak a kiállítását. Tehát még egyszer megemlítem, csak ebben az egyetlen egy esetben van, amikor anyagi vonzata is van az őstermelő igazolvány kiállításának. Fogadóórák is lesznek abban az új irodában, amelyet a Jobbik Magyarországért Mozgalom február 25-én nyitott meg hivatalosan. Az eseményen megyei, valamint parlamenti képviselők is megjelentek. A Jobbik Magyarországért Mozgalom február végén tartotta Kalocsai irodájának hivatalos megnyitóját, amelyet Szabó Balázs önkormányzati képviselő, Suhajda Krisztián megyei önkormányzati képviselő, valamint Szávai István, a Jobbik alelnöke és egyben országgyűlési képviselője tartott. Elsőként Szabó Balázs önkormányzati képviselő köszöntötte a Szent István király út végén található épület helységében összegyűlteket. A mai témánk, hogy a Jobbik és Szávai István fogadóirodát nyit Kalocsán. Ezt nagyon fontos lépésnek tartjuk, nagyon fontos mérföldkőnek a mi életünkbe. Ugyanis mindig nagy figyelmet fordítottuk arra, hogy a helyi lakossággal, a helyi emberekkel közvetlen és személyes kapcsolatot tartsunk. Eddig is bármilyen problémájuk volt, mindenbe álltunk rendelkezésükre, és elérhetőek voltunk. Ez az iroda remélhetőleg a későbbiekben még nagyobb segítségünkre lesz annak érdekében, hogy még közvetlenebb kapcsolatot ápolhassunk a lakossággal. Emellett ez az iroda egy közösségi térként is fog funkcionálni. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy olyan rendezvényekkel, olyan akár kiállításokkal, akár filmvetítésekkel, vagy bármilyen olyan kulturális programmal színesítjük az iroda életét, ami ugye a mi gondolkodásmódunknak megfelel, és a nemzeti gondolatot viszi tovább. Szabó Balázst követően Suhajda Krisztián is fontos állomásként apostrofálta az iroda megnyitását, amellyel kapcsolatban a következőket mondta el a megyei önkormányzati képviselő. Itt nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek a mai sajtótájékoztatónkra, az iroda avatóra, hiszen ahogy a Balázs is elmondta, egy tényleg egy mérföldkő ez. Én ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített ennek az irodának a létrejöttében, felújításában, hiszen nem kicsi munka volt itt az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ezt így ilyen formában létre tudjuk hozni. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Az elmúlt hónapokban megyei képviselőként
egy sorozatot indítottam, és itt a környékben több településen is mi nem csak kampányidőszakban jövünk címmel képviselői fogadó órát tartottam többek között itt Kalocsán is, és hát ez az iroda is egy helyet ad majd annak, hogy állandó fogadóórákat tudjunk tartani. Szabó Balázs képviselő úr, vagy én, mint megyei közgyűlés képviselője, hiszen a megyei közgyűlésben is 5 jobbikos képviselő van, úgyhogy ez az iroda helyet fog adni annak, hogy hetente több alkalommal egy meghatározott időben, egy úgynevezett ügyeleti időben itt tudjuk fogadni a választópolgárokat, a lakosságot, egyéb ötletekkel, javaslatokkal, bármi olyan probléma van, akkor ezúton hívom fel a lakosság figyelmét, hogy nyugodtan jöjjenek, szeretettel várjuk őket, és mindenben megpróbálunk segíteni. Szávó Istvánnak köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívást, és itt van az iroda megnyitónkon, és át is adom a szót neki. Így végül Száva István a Jobbik alelnöke, valamint egyben parlamenti képviselője is megosztotta gondolatait az új irodával kapcsolatban, emellett pedig számos országos kiterjedésű témát is boncolgatott. Én magam is most látom először ezt az irodát, így hogy az első szavak azok részemről is a köszöneté kell, hogy legyenek. Szabó Balázs, illetve a Jobbik kalocsai tagjai, szimpatizánsai számára, illetve mindazok számára, akik az elmúlt hónapokban hozzájárultak ahhoz, hogy ez az iroda megnyithasson. Hát bizony, amikor először itt jártunk, akkor még azért egészen más állapotok fogadtak. Úgyhogy tényleg nagy örömömre szolgál. Kicsit lassú volt, meg kicsit hosszadalmas, ugye azért a magyarországi bürokráciát ismerve. Még tavaly ősszel lett volna egyébként eredetileg szándékunkban, mondom, halkan zárójelbe ezt az irodát megnyissuk, hát most sikerült idáig eljutni, de hát ami késik, nem múlik. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer Balázsnak és a kalocsai csapatnak. Ugye nagyon fontos gondolatot fogalmazott meg Szabó Balázs azzal kapcsolatban, hogy miért tartjuk mi fontosnak azt, hogy ne csak kampányidőszakban találkozzunk, ne csak kampányidőszakban álljunk rendelkezésre a lakosságnak, az embereknek. A Magyar Országgyűlés elvileg biztosít irodakeretet minden országgyűlési képviselő számára. Mi ezt jobbikos képviselőtársaimmal maximálisan ki is használjuk. Ráadásul olyan módon, hogy mi csak 24-en vagyunk ugyan a parlamentben, és 106 választókerület van Magyarországon. A Jobbikon belül mi felosztottuk úgymond egymás között a választókerületeket, és minden magyarországi választókerületnek van egy olyan jobbikos képviselője, akinek az a dolga és a feladata, hogy úgy dolgozzon, úgy járjon el, úgy tartsa a kapcsolatot annak a választókerületnek a lakosságával, polgármestereivel, intézményeivel, mintha annak a körzetnek a közvetlenül megválasztott országgyűlési képviselője lenne. Ezért a választókerületért, a kalocsai választókerületért én felelek a frakción belül. Magam Soltvadkerti vagyok egyébként, Sohajda Krisztián barátomhoz hasonlóan, a választókerületnek a szülöttje, úgyhogy miközben Krisztián a Jobbik megyei elnökeként is egyébként a Bács-Kiskun megyei közgyűlésben, Balázs pedig a kalocsai városi képviselőtestületben, én pedig az országgyűlésben kívánom a jövőben egy kicsit határozottabban, egy kicsit hatékonyabban ennek a térségnek és ennek a városnak az érdekeit képviselni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a képviselői fogadóiroda az hozzá fog járulni ahhoz, hogy Kalocsa városa és térségének a hangja Magyarországgyűlésben is egy kicsit hangosabban hallatszódjék majd. Heti szintű fogadóórák lesznek majd az irodában, ennek az időpontját hamarosan meg fogjuk határozni. Erről majd értesítjük a lakosságot, illetve kérik majd önöket is, hogy a fogadóóránk időpontjairól a médiumaikban szíveskedjenek a lakosságot tájékoztatni. Tehát minden héten lesz egy fogadóra, lesz egy állandó ügyelet, amit a főszabály szerint a Jobbik kalocsai tagjai, vagy akár Balázs személyesen fog tartani, és Sohajda Krisztina, illetve én magam valamilyen rendszerenként, majd ahogy az megoldható lesz, havonta, két havonta személyesen mi magunk is elérhetőek leszünk itt előre meghirdetett időpontban. Nagyon bízom benne, hogy ez az iroda sikeresen fog működni. Mi a
Erre az irodanyitóra meghívtuk Kalocsa város képviselőit, polgármesterét, illetve a környező településeknek a polgármesterét is. Szeretettel köszöntöm, hogyha közülük valaki elfogadta ezt a meghívást, bár ahogy látom az arcokat, sajnos kevesen tettek így. Mi ezt az irodát minden esetre minden itt élő lakos érdekébe szeretnénk működtetni, és mindenkivel együttműködésben. Nekem van már ilyen képviselői fogadóirodám, az egyik ellen hoztak egy törvényt Szlovákiába, a másik miatt meg bepereltek Szerbiába. Azért bízok benne, hogy itt ilyen hatósági eljárásra azért talán Kalocsán nem fog sor kerülni. És ha már itt vagyunk, és itt vannak a sajtótisztelt képviselői, akkor azért engedjék meg, hogy egy-két aktuális dologra is reagáljak, hiszen elég komoly történések vannak most Magyarországon. Ugye a népszavazás intézménye került az elmúlt napokban reflektorfénybe. Egy egészen megdöbbentő, egy egészen elképesztő, és a Fidesz eddigi arrogáns hatalomgyakorlásához képest is, vagy minden eddigi mértéket túl lépő cselekmény történt tegnap a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt. Az elmúlt 5 évben a Fidesz minden lehetséges eszközzel leépítette a jogállamot, minden lehetséges eszközzel gátolta azt, hogy tőle eltérő vélemények kifejezésre tudjanak jutni. Minden lehetséges eszközzel megpróbálták meggátolni azt, hogy a különböző intézmények élén, a médiumokban más vélemények elhangozhassanak, illetve más nézeteket vallók is érvényre juthassanak. A pártállam gyakorlatilag újraépült Magyarországon, de odáig még nem jutottunk el, hogy a hatalom az erőszakhoz is folyamodjon a másik gondolkodókkal szemben. Tegnap ez is megtörtént akkor, amikor a népszavazás intézményét csúfolták meg azzal, hogy vélhetően Kubatov Gábor Fidesz alelnökhöz köthető biztonsági emberek megakadályozták egy népszavazási kezdeményezésnek a leadását. Mi ezt egy egészen rémítő és riasztó jelnek tartjuk. Most már nagyjából ott vagyunk a világon, már csak egy-két olyan ország van, például Észak-Korea, nagyjából ahol nehezebb népszavazást kezdeményezni, mint Magyarországon. Talán ennek a hírnek az elfedését is szolgálja Orbán Viktor miniszterelnök egy-két órával, talán másfél órával ezelőtt tett bejelentése, miszerint Magyarországon népszavazást fogunk tartani, népszavazást fogunk rendezni a menekültek kvótájával kapcsolatban. Ehhez hozzá kell azért tenni azt, hogy egy Jobbik által több hónapja követelt javaslatról van szó. Legutóbb Vona Gábor a parlament hétfői ülésén beszélt arról, és követelte azt a Jobbik nevében, hogy Magyarországon népszavazást kell tartani. A kormány akkor kaphat elég erős felhatalmazást arra, hogy az idegen akár több százezer fős bevándorlást Magyarországra megakadályozza, hogyha erről népszavazást tartunk. Tehát ebből a szempontból természetesen üdvözöljük a miniszterelnöknek a bejelentését. Így lehet ellenzékből is kormányozni. Ugye Vona Gábor használta ezt a mondatot a Jobbik évadnyitó rendezvényén pár héttel ezelőtt, akkor ezt a sajtóban többen megmosolyogták. Azt hiszem, ez egy kiváló példa ennek az alátámasztására. A Jobbiknak egy régi követelése valósul meg ezzel, hogyha valóban népszavazást fogunk tartani. Emellett természetesen nem mondunk le a másik meghirdetett akciónkról, a valódi nemzeti konzultációról, amely szintén az emberek bevonásával, valós kérdések feltételével az egészségügy és az oktatásnak a tragikus helyzetére kívánja ráirányítani a figyelmet. Ha ez a népszavazás valóban ki fogják írni, akkor a Jobbik álláspontja egyértelmű lesz, már most az, sőt, mindig is az volt. Egyetlen egy idegent nem akarunk Magyarországra beengedni. Magyarországnak nincsen szüksége nőket molesztáló és megerőszakoló afgánokra, 10 éves kisfiúkkal erőszakoskodó irakiakra és diszkókat felgyújtó szíriaiakra. Ezt az országot annak akarjuk megtartani, ami 1000 éven keresztül volt kereszténynek és magyarnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Tar Kft.